Isten, áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. A Magyar Kultúra Napja szép Halomban, a Magyar Nyelv Múzeumában. A felvételek 2022-ben készültek, amikor a Petőfi Sándor Református Általános Iskola egyik diákja szavalta el Kölcsei Ferenc himnusz című költeményét. Az, hogy melyik diák állhat ki a közönség elé a magyar kultúra ünnepén, minden évben hasonlóan dől el. A Kazinci Ferenc általános iskola szervezésében zajló nagymúltú, himnusz, illetve szózat szavaló verseny során. Idén azonban nem kölcsei költeménye volt a soron, hanem Vörös Marti Mihály verse. Nagyon szeretem a verseket, mondani és olvasni is egyaránt. Mondani azért szeretem, mert átélhetem, amit a költő leírt, és átadja nekem, amit ő mondani szeretett volna nekem ezzel a költeménnyel, mint Vörös Marti Mihály, a szózatta. Költemény hazafiassága fogott meg első sorban engem, és nagyon szeretem, amiket a magyarságról ír. Egyaránt, amit Kölcse is írt a himnuszról, ez nagyon hasonlít ez a mű a himnusz, a szózatra, ezt nagyon szeretem mind a kettőt. Vörös Marti Mihály 1836-ban írta meg a szózatot, amely az Aurora nevű almanakban jelent meg 1837-ben. A költeményt Egresi Béni zenésítette meg 1843-ban. A szózatot második himnuszunknak is nevezik. Sokáig vita tárgya volt, hogy a himnusz vagy a szózat legyen. A nemzeti himnuszunk 1843-ban a Pesti Hillap a költeményt a béke nemzet s hadidalának nevezte. Az utóbbi évek tapasztalatából kiindulva, hát egyre-egyre kevésbé, egyre nehezebben tanulnak bármilyen memoritár, különösen ilyen memoritereket, ami ugye majd 200 évvel ezelőtt keletkezett. Nagyon-nagyon távol áll tőlük a, a, nyelvezete, nagyon sok magyarázatot igényel az, hogy meg is értsék egyáltalán, hogy miről van szó, és hogy könnyebben tudják ugye ezáltal megtanulni ezeket a verseket. A szavaló versenyen a zsűri értékelése alapján Pásztor Félix Manfred bizonyult a legjobbnak, így most övé lesz a megtiszteltetés, hogy január 22-én Széphalomban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett díszünnepségen előadja Vörös Marti Mihály hazafias költeményét.